Van itt Hongkong, nem, van itt Ádika, Hongkong, Luci, Józsika és Pavel Csődike, Kárpáti Maszt. Kijöttünk a tóvira végre, most már ki lehet ide jönni. Jó a talaj, jó lett. Ugye felengedett, tegnap volt az a nap, amikor jó felengedett. Voltak itt mínusz 9-et, 10-ek, és most tökéletes. Igen, itt, aztán ott arra van egy kis rész. Az árnyék rész, majd mindjárt megkérdezem, a túloldal ugye. Az árnyékos, figyelni kell, nem mindenhol egyöntetű a talaj. Persze ebben én képbe vagyok. Ebbe. Milyen a túloldal? Patika. Ha, akkor jó még. Igen, mert árnyékos, tudod? Árnyékos rész. Ne izzadjanak meg, tegnap mindenhol le lett oltva. Megkapták vakcinát, kétféle vérvétel volt. Ja, és féreghajtózás volt. Ezek történtek tegnap. Összes ló, hát komplikált volt, ugye csomónak nincs neve, egy jó párnak még nincs útlevele. Összeszedni ki, mi, melyik. Leolvasás, csipleolvasás, ugye számokat azonosításba, ugye, mert a véreket ugye be kell vinni a laboratóriumba, nem lehet már akármit is rafináltkodni, nem én, nem akarok. Csak az, hogy beküldöd ezt, meg azt nem. Itt stimmelni kell már itt a dolgoknak, kompjúterben van az egész. De stimmelni kell a vér, amit beküldünk az útlevél számával, aztán beírja a doki a véreket, ugye kell, most ez van, ez a kevés férűség, meg egyebek, ez a keményebb volt, most a idei, meg a januári. A nyári az már egy egyszerűbb lesz. Azt se tudom, hogy kell a vért venni, majd akkor az se biztos. Most kell kevés férűség, meg egy másikra levettek még. És mondom, kapták ezt a vakcinát és a féreghajtót. Ja. Következő körben én lerakom a kamerát, mint nem fagyaskodok a kezemmel. Bár most nincs mínusz fok, itt van Kopa, nagyon él. Itt van Lucika drága, Hongkong Ciluka, Józsika Zitánkkal, és Palinka Pavel Csődivel. Menjetek drágáim, sétálgatok.